Évek óta sikeresen zajlik a Kőrösi Csoma Sándor program és a Petőfi Sándor program. Idén most ismét meghirdették az ösztöndíjasoknak a pályázatot. Van-e valami változás a korábbi évekhez képest? Igen, évről évre mindig fejlődik a két program, és a 18-19-es esztendőkben egy igazi ugrás előtt állunk, hiszen tovább növeljük a Kárpát-medence Petőfi Sándor programba küldendő ösztöndíjasok létszámát 65-ről 75 főre, illetve míg a Kőrösi Csoma Sándor programban pedig 35 fővel növeljük meg az ösztöndíjasok létszámát a jelenlegi 110-ről, hiszen most meghirdetünk egy lelkész ösztöndíjpályázatot is a Kőrösin belül, és ki szeretnénk elégíteni azt az igényt, amit évek óta a nyugati diaszpóra szervezetek kérnek, hogy az egyházi hitéletbe is direkt a lelkészek, hitoktatók be tudjanak kapcsolódni. Milyen egy ideális ösztöndíjas? Egy ideális ösztöndíjas bátor, fiatalos, azért nem mondom, hogy fiatal, mert felső életkori korlát nincs, de 20 év alsó életkor van, magyar állampolgár, éljen bárhol a világban, tehát nem kell Magyarországon élnie, ez valóban az egész nemzetre szóló és nemzetnek szóló program, legyen benne egy kis kalandvágy, és szeresse a hazáját, és szeresse a magyarságot. Említette, hogy most kifejezetten lelkészi pályát végzett, vagy pályára készülő ösztöndíjasokat is keresnek. Kik szoktak, milyen foglalkozású, vagy milyen irányultságú fiatalokat, vagy fiatalos embereket keresnek? Mi is kíváncsian várjuk a jelentkezőket. Ugyanolyan feltételeknek kell nagyjából megfelelni, mint a körösire pályázóknak, azzal a plusz ajánlással, hogy itt püspöki ajánlásra mindenképpen szükség van. Nagyon fontos azt jelezni, hogy semmiképpen nem kívánunk hozzájárulni az egyébként valamennyi felekezetnél tapasztalható lelkész pap hiányhoz a Kárpát-medencében, tehát ennek figyelembevételével kell ez a feltétel, de azt is látjuk, hogy a történelmi egyházaink erőfeszítéseket tesznek, hogy például a katolikusoknál is bizonyos szentségeket kiszolgáltathatnak ma már nem felszentelt papok is, de a katolikus kérdés az teljesen külön kezeljük. A református világban pedig olyan lelkészeket, világi hitoktatókat is a programba fogadhatunk be, akik megfelelnek az egyházi állásoknak és a fogadó szervezet igényeinek is. Mi az, ami vonzó lehet? Hiszen azért sok hónapra sokan itt hagyják a munkájukat, családjukat. Én azt hiszem, hogy mindenkinek megmozgatja a fantáziáját, hogy mondjuk Ausztráliában hogyan lehet egy ottani magyar csoportot szervezni, különböző akciókban részt venni, és megtapasztalni azt, hogy sok tízezer kilométerre az anyaországtól, akár már több generációval korábban eltávozott családoknak a leszármazott, hogy milyen makacsul ragaszkodnak és kötődnek ahhoz, amit magyar kultúrának vagy Magyarországnak nevezünk. Én azt gondolom, hogy nem csak ezek az ösztöndíjasok segítenek ott helyben sokat, hanem ők még többet kapva tudnak hazajönni, hogy aztán pályájuk során bárhova is vesse őket a sorsuk, ezt az emléket magukkal vigyék, és bízunk abba, hogy egy nemzetük iránt elkötelezett emberként élhetik életüket.